A mariupoli Matvienko család térítésmentesen kapott lakást Ungváron. Megdöbbentő a család története. 2022-ben az akkor 10 éves kisfiú elvesztette édesanyját, aki a karjai között halt bele sérüléseibe. Ezt követően erőszakkal deportálták Oroszországba. Később pedig a nagymama gyámságot vállalt és sikerült hazahozni az unokáját Ukrajnába. A gyermek gyógykezelését követően a Matvienko család Kárpátalján talált menedékre. Április 26-án hoztam el Ilyuskát Ohmaddidba, 12 éves volt, és Volodymyr Zelenszky is eljött, hogy üdvözölje Ilyuskát. Én akkor is sokkot kaptam. Nem hittem el, hogy már otthon vagyok. 2,5 évig laktunk munkásszálon, fizettük a rezsit, de semmi sajátunk nincs. A két fiúból és a nagymamából álló család egy kétszobás új építésű lakást kapott, ahogy illik, először a macskát engedték be a házba. A lakás közel 100 négyzetméteres, teljesen bútorozott, háztartási gépekkel felszerelt. A megyei adminisztráció megbízott vezetője Miroslav Bilecki szerint becsületbeli ügy, hogy egy mariupoli családnak lakást biztosítanak. Ilja sokat tett azért, hogy Európa elfogató parancsot adjon ki Vlagyimir Putyin ellen. Az ő vallomása volt az első, ő volt az első gyerek. Ő volt az első gyermek, aki visszatért Oroszországból, akit az orosz megszállók elszállítottak. És ez az esemény az, amilyen igazságszolgáltatásban kell részesülnie ennek a családnak. Az egyik szobában Ilja és a nagymamája, a másikban Szerhíj lakik majd, aki Olena Matvienko kisebb fia, vagyis a megmentett fiú nagybátyja. A 12 éves Ilja nem titkolja örömét és nem engedi ki kezéből a tulajdonjogi igazolást. Azt mondta, hogy ebbe a lakásba mindenképpen meg kell hívni barátait. Hát persze, hogy minden nagyon tetszik. Tényleg meg kell hívni a barátokat a lakásavatóra. A lakást Ungvár egyik kivitelezője adta át, a bútorokat, háztartási gépeket adományozók szerezték be. Civil szervezetek is csatlakoztak ehhez. Olena Matvienko, a nagymama elmondása szerint, kárpátaljai tartózkodása alatt meggyőződött a helyi lakosság kedvességéről, amely mindig készen áll a rászorulók támogatására. Mariupolban születtem, de jelenleg a kárpátaljai Ungváron élek. Sok nemzetiség él itt, de az emberek egyformák. Nincs jelentősége, milyen nyelven mondod el, hogy mi jár a fejedben. Itt rokon lelkek élnek, szinte az utolsót is odaadják, hogy segítséget nyújtassanak. Őszintén szólva szinte sokkos állapotban vagyok, mert az utolsó pillanatig nem hittük el, hogy ilyen megtörténhet. Miroslav Bilecki hangsúlyozta, a hatóságok feladata, hogy maximálisan támogassák azokat a lakóhelyüket elhagyni kényszerült embereket, akik elvesztették otthonukat, de megőrizték a reményt, hogy Ukrajnára szép jövő vár. A lakás közel 100 négyzetméteres, kétszobás, kényelmes. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy igazán otthon érezzék magukat, mert sokáig szenvedtek. Pihenjenek, élvezzék, amit megérdemelnek. Ez a második belföldi menekült család, akik térítésmentesen kapnak lakást Ungváron. A munka folytatódik. A katonáknak, a háborús veteránoknak, a különleges erőkben szolgálóknak, valamint az orosz agressziót elszenvedett civileknek lakást biztosítanak. A regionális lakhatást biztosító program 2030-ig szól.